Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Szombathelyi Televízió kulturális magazinműsorát, a Műhelyt láthatják. Mai műsorunkban Károly Frigyessel beszélgetünk Esőtánc című könyve kapcsán. Ezután egy rendhagyó irodalomórára látogatunk el, ahol Pilinszky lesz a téma. Végig sétálunk a kirakat kiállításon, betekintünk Tóth Fedóra kiállítás megnyitójába, műsorunk zárásaként pedig a Lukácsházi színjátszóra látogatunk el. Tartsanak velünk, jó szórakozást! Mai vendégem volt tanár, igazgató és főiskolai oktató is közel négy évtizedig. Tagja volt a Szavária Szimfonikusoknak, jelenleg a Kámoni Arborétumért Egyesület elnöke. 2015-ben nyugdíjba vonulásakort a Bolyai Iskola igazgatójaként átvette munkája elismeréseként a Szombathely Oktatásügyéért díjat, illetve a Bolyai Szülők Egyesülete által alapított Bolyai Katedra díjat. Károly Frigyessel fogok ma beszélgetni Esőtánc című könyve kapcsán. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon megtisztelő, köszönöm, kezdi csókom, jó estét kívánok. Ugye ön nagyon-nagyon sokféle módon volt tanár, és sokféle helyen. Egy picit röviden elmondaná a nézőknek is, hogy hol lehetett önnel tanárként találkozni ebben a négy évtizedben. Hát, aki szombathelyi, az úgy nagyjából tudja, azt szoktuk mondani, hogy az ember megy, és jönnek ismerősök szembe, vagy tanítvány, vagy szülő. Tehát igazából a Kámoni Általános Iskolában akkor úgy hívták, hogy Vörösszászló utcai, most úgy hívják, hogy Gotthárd Jenő Általános Iskola. Itt kezdtem, illetve az akkori Fürst és a mostani Neumann iskolában párhuzamosan kezdtem el egy tanéven keresztül, majd utána összesen 11 évig Kámonban tanítottam. Ezt követően az egyetem akkori főiskolára kerültem át oktatónak, és ott 19 évig tanítottam úgy, hogy az elején főállásban, később félállásban, hiszen 92-től a Bolyai Gyakorló Általános Iskolai Gimnáziumban kerültem igazgatóhelyettesnek, majd később igazgatóként, aztán onnan mentem nyugdíjba. Tehát igazából négy iskola, ami korábban az utamat jellemezte, most jelenleg pedig a Illés Labdarúgó Akadémia gimnázium és kollégiumának vagyok egy, hogy mondjam, fiatalság, bolondság elven újra igazgatója. Akkor a tanári pálya és a felügyelés, úgymond, vagy hát a kapcsolat a diákokkal az még most is tart. Kanyarodjunk rá az Esőtáncra. Ezek rövid történetek, és szerintem nagyon alkalmasak arra, hogy mind a diákok, mind a tanárok, mind pedig a szülők felé empátiával és humorral forduljanak. Szerintem nagyon alkalmas az érzékenyítésre, de manapság ezt a szót egy kicsit pejoratívan is szokták használni, hogy aki túlérzékeny, az nem életre való, aki túlérzékeny, az nem tud majd később alkalmazkodni, beilleszkedni a társadalomba, vagy ahogy a diákok egyszerűen mondják, iránytajgetosz. De szerintem mégsem ennyire egyszerű az, hogy valaki érzékeny, fogékony a másik emberre vagy sem. Ön szerint miért fontos ezeken a történeteken keresztül az érzékenyítés? Nem is így fogalmaznék, hogy érzékenyítés. Inkább azt mondanám, hogy az érzelmi intelligenciát próbálom egy picit ingerelni, generálni, hiszen a másikra való odafigyelés az nem okvetlenül gyengeséget jelent, hanem sokkal inkább a másikra való odafigyelésen keresztül egyfajta kommunikációs bázist ad. Tehát ha én tudom, hogy a másiknak milyen gondjai, problémái vannak, és nem úgy gondolkodom, hogy én mit tennék az ő helyében, vagy én bezzeg ezt nem csináltam volna, mert ő egy másik ember. Tehát én megpróbálom megérteni a másik ember gondolkodását, az ő indítékait, akkor tudok hatékonyan nevelni, vagy akkor tudok egy jó kommunikációt, akár egy jó vitát lefolytatni. És ebben a könyvben én arra próbáltam kísérletet tenni, hogy valahol megmutassam, hogy egy iskolában milyen komoly viszonyrendszer hálózata ér egy gyereket és egy tanárt,
abban az interaktív világban, ami kettőjük között kellene, hogy zajlódjon, de közben az egész világ hat rájuk. És hát nagyon gyorsan kell reagálni egy ilyen világban, én azt gondolom, azt is tapasztaltam az iskola világában. És itt kanyarodjunk rá egy kicsit arra, hogy esőtánc maga a cím. Ez, ahogy én olvastam a könyvet, többféle dolgot is feltételez. Van egy külön rész, magáról az esőtáncról egy történet. És az esőtáncot úgy is lehet akár értelmezni, hogy mindenki benne van abban az esőben, ami által tud a tanár és a diák egymáshoz kapcsolódni, de mégis pontosan mi alapján lett ez a cím választva? Sokat gondolkodtunk a címen, itt kedves barátaimat, mint sokakat megkérdeztem, hogy szerintük mi legyen. És végül szinte véletlenül, de nagyon jó áthallással választottam ki, hogy legyen esőtánc. Van egy történet ugyanerről, de én azt gondolom, hogy ez több mindent szimbolizál. Az eső az élet, a víz az élet. Egyik oldalról, a másik oldalról az egésznek van egy misztikuma az esőtáncnak, és az egész nevelés is egy misztikus dolog, hiszen évezredek óta szeretne minden felnőtt társadalom a gyerekekre olyan hatást gyakorolni, hogy azok olyanok legyenek, amilyennél ő szeretné. Még senkinek nem sikerült, mert igazából csak táncolunk az esőben, és próbálunk valami hatást gyakorolni, egy vélt jó irányba irányítgatni azt a kis nebulót, azt a saját gyerekünket, vagy más gyerekét. Néha együtt táncolunk vele, de csak bizakodni tudunk benne, hogy valami mégiscsak jó irányba sikerül. Gondolom ezek a történetek, ahogy folyamatosan zajlott az élet, meg ragadtak önben, de hogyan jött az ötlet, hogy összegyűjtse és leírja ezeket? Nem az én ötletem volt, nekem eszembe se jutott. Nekem ezek a történetek a pályám, az életem része. A gyerekek mindig, volt diákok ránk csodálkoznak tanárokra, hogy mi hogy emlékszünk ilyesmire vissza. Hát azért, mert ez a munkánknak ez volt az eredménye, ezekben testesült meg az, amit csinálunk. Hát a lényeg az, hogy társaságban, ha együtt voltunk, akkor gyakran jöttek elő ilyen kérdések, hogy hát ez vagy az történt, hát mit lehetne itt tenni. És én nagyon gyakran hoztam elő példákat, és azon keresztül próbáltam válaszolni ezekre a kérdésekre, és a párom azt mondta egy alkalommal, hogy hát miért nem írod le ezeket, hát ezek annyira jók, hát olyan jó lenne olyanoknak, akik ilyen gondokkal, vagy egyáltalán szülőként ott állnak bizonyos helyzetekben. És hát én mondtam, hogy ezeket, hát teljesen, hát mindenki ismer ilyen történeteket. És azt mondta, hogy nem, valójában te profi vagy ebben, a tanárok általában azok, mi pedig szülők, hogy mondjam, ebben csak próbálkozunk és nézegetünk valami kapaszkodók után. És hát így időm volt, leültem, és hát ez született belőle. De akkor köszönjük neki az ötletet, mert szerintem igazából a közösségi oldalakon is az történik, hogy azért is nagyon nagy a népszerűsége a közösségi oldalaknak, mert ismerősökről tudunk olvasni úgymond híreket. És ebben a könyvben is az történik, hogy olyan, mintha amiközben olvasom, ülnének mellettem az osztálytársai, vagy látnám a saját tanáromat, vagy akár én magam, bele tudom képzelni magam, éljek a világnak bármelyik felén abba a helyzetbe, hogy egy adott gyerek mit élhet át akkor. Ön milyen diák volt? És ez a kérdés azért is vetődik fel bennem, mert nagyon sok olyan gyerekről van szó, akiknek az élete akár válás, vagy akár oda nem figyelés miatt, vagy valamilyen más probléma miatt egy pillanatra megbicsaklik, ami akár hosszabb távon is kihathat valamerre, vagy úgymond a rossz gyerekekről van szó. És mivel az ön fejében nagyon megragadtak az ilyen történetek, ezért vagyok kíváncsi arra, hogy ön milyen diák volt? Hát, hogy fogalmazzak, idős szülők, gyermekeként, egyedüli gyerekeként, nem egy átlagosan jó tanuló gyerek voltam, mindent csináltattak velem, nagyon kellemes, nagyon szerető családi légkörben. Volt egy elhalt bátyám, és emiatt el lehet képzelni, hogy engem mennyire próbáltak volna a mai világban óvni. De ők nagyon okos
szülők voltak, és édesanyám egy nagyon okos nő volt, aki nagyon korán engem megpróbált önállóvá nevelni, és nem túlkényeztetni. Hát ez hellyel közel sikerült. Tehát tulajdonképpen én semmi különös szerintem nem voltam. Talán az, hogy sok mindent csináltam párhuzamosan. Tehát egyszerre jártam zeneiskolába, egyszerre jártam teniszezni, egyszerre tanultam korcsolyázni, egyszerre tanultam úszni, és sok mindent csináltam egyszerre. Ez a mai napig nagy előny számomra, hogy a világot elég széles spektrumban tudom figyelni, és talán valamennyire néha érteni. A válláshoz visszacsatolva egy kicsit, beszéltünk már arról korábban, hogy az osztályban nagyon sok azoknak a gyerekeknek az aránya, akiknek a szülei már elváltak, és sokkal kevesebben vannak azok, akik szerető családi légkörből jönnek, és úgymond egy sokkal nyugodtabb világot tudnak képviselni. Az a mondás is járja manapság, hogy ma már az a deviáns, aki nem deviáns. És ön nagyon jól láttatja a könyvében ezeket a különböző kis bolygókat, ahonnan érkeznek az emberek, van a diákok bolygója, a tanárok bolygója. Egy picit, ha pár szóval tudná jellemezni, hogy mégis hogyan néznek ki ezek a szigetek, amik mégis az iskola falain belül találkoznak. Az összes történet valós, megtörtént történet. Vagy velem történt, vagy közvetlen hiteles tanú voltam. De csak olyanokat írtam le, ami nem önmagában egy jó sztori, hanem olyanokat írtam le, ami bárhol megtörténhetett volna. A gyerek, mindig mondják a mai világban, hogy a mostani gyerekek bezzeg mennyivel másabbak, mint voltak ezelőtt 10-20-30-50 évvel. Én nem gondolom. Én azt gondolom, hogy a gyerek most is gyerek, ugyanolyan szeretetéhes, ugyanolyan kamaszodó, ugyanolyan őrültségeket tud megcsinálni, mint régen. A világ, a társadalom, ami körülveszi, az viszont nagyon megváltozott, és ebből adódóan ezek felerősödnek. És nagyon gyakran olyan ingerek is érik őket, amiket régebben, amik nem érhették a gyerekeket, hiszen ahogy mondjam, most valaki csettint egyet valahol a föld másik pontján, és a következő pillanatban itt halljuk a csettintés hangját Szombathelyen egy kis iskolába. El lehet gondolni, hogy egy gyerek reggel fölébred, még be se ült a szülei autójába, régen gyalog jött iskolába, és már az okostelefonján körbejárta a félvilágot. Átlagosan 3-5 másodpercet töltenek gyerekek egy websájton. El lehet képzelni, beír az iskolára, ott van egy iskolában, ahol bent van egy másik generációs tanár, és neki kéne fölvenni a versenyt azzal a 3-5 másodperces információ zuhataggal, amit a gyerek végig száguldozott itt az elmúlt fél órában, amíg bevitték az iskoláig. Ha ahol nem lenne lépcső, akkor autóval fölvinnék nagyjából az osztályteremig. Szerencsére vannak lépcsők. Tehát a tanár ebben kontaktusban, amiben találkozik a gyerekek, kellene, hogy érdekessé váljon. Na most ezt próbálom én mutatni, hogy lehet megtenni, mégiscsak hogyan látható, hogy villani ki a gyereknek az igazi énje. És igazából egy iskolában mindennek a gyerekről kéne szólni, nem csak a szülő, nem csak a tanár, még a fenntartó részéről is. Ez egy nagyon szép gondolat, remélem, hogy a világ egy picit nyitottabb lesz erre felé. És tegnap volt a könyvbemutató a Vörös Sándor Színházban. Elmondaná pár szóban, hogy hogy sikerült? Hát nem az én tisztem megítélni, hogy... Akkor sikerült. Ön hogy látja? Én úgy érzem, hogy tehát számomra egy óriási élmény volt. Olyan sok szeretetet kaptam a teltházas közönségtől, hogy egészen zavarba jöttem. Nem vagyok egy könnyen zavarba jövő karakter, de tegnap ott, hogy nem voltam erre fölkészülve, meg kell, hogy mondjam, hogy ilyen sok oldalról, sok helyről, az idő távlatából és a közelségből ennyi szeretetet kaphatok. Talán ez a könyv egy picit visszaad mindenkinek abból a sok felé áramló szeretetből, amit én is igyekeztem mindig a gyerekek, a kollégák fele sugározni.
Ez úgy is érezhető, hogy én nem voltam részese a helyi oktatásnak, és viszont akikről ön a könyvében írt, azt mondta, hogy ők valós szereplők, ha bár nincsenek nevükön nevezve. Volt olyan, aki magára ismert a történeteket hallgatva? Igen, többen is, mert voltak olyanok is, akikről valóban szó volt a könyvben, de senkit nem bántóan közelítettem én sem személy szerint meg, de nem is, sőt, inkább örültek, és sok, nekik is sok minden eszükbe jutott azokról az évekről, hogy amik kapcsán én a történetekbe őket belevontam. Nagyon érdekes dolog, hogy egy osztályból ki mire emlékszik, ha visszagondol ön is, vagy bárki itt a kedves nézők közül a saját iskola élményeire, vannak olyan dolgok, amik igazából tulajdonképpen jelentéktelen helyzetek voltak, de mégis ott elhangzott egyszer egy olyan mondat, vagy egy olyan szó, ami egy életre meghatározta az ő gondolkodását, világhoz való hozzáállását. És hála Istennek, hogy már sok ilyen pillanatot tudtam megélni, ahol gyerekeknél sikerült megtalálni azt a pillanatot, amikor valamilyen módon, talán remélem picit jobb emberek tudtak válni azáltal, hogy akkor tudtam éppen valami olyat mondani, de nem rólam szól a könyv, tehát ezt szeretném mindenkelőtt leszögezni, hanem sokkal inkább azokról a gyerekekről, akik bárhol Magyarországon vagy a világon jelenleg iskolába járnak, és azokról a tanárokról, azokról a névtelen tanárokról, akik mostanában is itt vannak az iskolákban. Bud Spencer mondta, hogy ő legszívesebben egy szobrot állítana a névtelen tanár címmel, mert hány ezer millió tanár ember van a világban, akik teszik a dolgukat a gyerekek érdekében, és tulajdonképpen a feledés homályába merülnek, miközben óriási hatásuk van a következő generációkra, hát tulajdonképpen mindannyiunkra átételesen. Úgyhogy nem rólam szól a könyv, ezt nagyon szeretném aláhúzni. Rendben, szögezzük le, nem önről szól a könyv, de hát mégiscsak ön írta. És ahhoz, hogy ilyen pillanatokat el lehessen csípni egy osztály életében, hogy ezeket a kis másodperceket, amik akár sorsfordítóak is lehetnek, ezt viszont meg kell látni és le kell tudni írni. Dolgozott ön dramaturggal, illetve segített önnek valaki az írás folyamán? Eredetileg úgy volt, hogy én ismertem Vekedi Tamást, és én előtte írtam neki, hogy hát egy ismeretlen terepre tévedtem, és hogy esetleg elküldeném neki ezt a könyvet, hogy ő segítsen nekem ebben. Visszajelezte, hogy nagyon szívesen, de hát most nagyon sok feladata van, ez tavasszal volt, nyáron, július környékén küldjem, mert akkor lesz már annyi idő. Sajnos akkor ment el, és már így nem tudott ebben segíteni. Így aztán kénytelen voltam saját kútfőre hagyatkozni, úgyhogy tulajdonképpen én magam gondoltam ezt végig, és sokakkal konzultáltam, hogy mondtam. Ugye az ajánló szöveget a végére Fűzfa Balázs tanár úr írta, akivel mi nagyon sok közös projektben vettünk részt, nagy versmondás, írom konferencia sorozatot közösen szerveztük. Őt is megkérdeztem, de megkérdeztem kollégát, újságíró barátot, és ahogy mondom, egészen Erdélyig elmentem, Marosvásárhelyi Bólyai is kollégát is kértem, hogy olvassa el, hogy ő hogy látja egy egészen más szemmel, nem Magyarországon, nem Szombathelyről, hanem Erdélyből ezt a dramaturgiát, és hát így alakult ilyenné, ami most lett. És hát ne feledkezzünk meg róla, hogy a kiváló grafikákat Rákos József készítette. Igen. Hogyan jött a felkérés? Hát mi régről ismerjük egymást, alattam végzett annak idején, tehát itt matematika rajzszakos kollégáról van szó, szombathelyi grafikus, és Jóskának ez a fanyar humora, ez a portrézós, fantasztikus keze és szeme, amivel meglátja a groteszket. És mivel ez a könyv egy kicsit keserédes, hiszen
ugyan lehet rajt néha nevetni, de valójában a nevetés mögött is mindig ott bujkál valami sírásra való ösztönzés, és van, amikor pedig nagyon drámai tud lenni. És Jóska ezeket a drámai pillanatokat jól tudta, a groteszket megjeleníteni ezekkel a rajzokkal, úgyhogy mindenkit szeretettel invitálnék a Vörös Sándor Színház Rúdi termében, ott van annak a könyv grafikái kiállítva, kiállításszerűen, érdemes megnézni őket külön a könyvtől függetlenül is. Bár a történetekkel együtt hatnak igazából. Sokat hozzátesz a könyvhöz. Köszönöm. Akinek felkeltette az érdeklődését a grafikai munka, azok látogassanak el a Vörös Sándor Színházba, a könyvet pedig a szülőföld gondozásában megvehetik. Én pedig köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy itt volt ma velünk a stúdióban. Köszönöm a meghívást, köszönöm szépen. Pilinszky és én című rendhagyó zenés irodalmi produkcióját adta elő egykori iskolájában Priger Zsolt zenész. Az Anima Sound System vezetője Törőcsik Franciska színművésznővel közösen készítette az összeállítást a költő születésének 100. évfordulója alkalmából. A premiért az idei budapesti tavaszi fesztiválon tartották, ezúttal pedig a Kanizsai Dorottya Gimnázium 11-12. Osztályos irodalomfakultációs tanulói láthatták az előadást. Elektronikus popzenével kísért szöveg és vers részletekből áll össze a rendhagyó előadás, amely színes metszete Pilinszky János életművének. Ha egy művész igazán művész, akkor újra és újra visszakívánkozik erre az érópontra, ahol nincs rutin, aminek a dadogás az alfája, és az ékes szólás az omegája. És a katolikus költő címke? A produkció első része olyan, akár egy interjú a költővel. Törőcsik Franciska kérdez, Priger Zsolt pedig, mint Pilinszky alteregója, válaszol. Feltárulnak a költő életútjának meghatározó mozzanatai. Majd következnek a versek, szavalva, énekelve. Egyedül vagyok, mire megjössz, az egyetlen élő leszek. Olyan irodalmi műsorokat akartunk készíteni, ami nem szokványos. Mert hogy ilyen izgalomban vagy intellektuális zsizsgésben szeretünk lenni, akkor is, amikor előadunk, és akkor miért ne csinálj olyan irodalmi műsort, ami téged is izgalommal tölt el. Körülbelül ennyi, ilyen egyszerű volt az alapattitűd. Ismeretlen vizekre elvezni, felfedezni, bemutatni, egy kicsit missziózni, ezért is vagyunk iskolákban, ahol hallatlanul érdeklődő srácokkal, lányokkal találkozunk. Ez egy öröm nekünk is, és remélem, hogy öröm nekik. Az meg, hogy ilyen skatujamentesség van, az meg adódik abból is, amit egyébként csinálok, hogy az Anima Sound Systemet csinálom, mondanám, de ebből ki kell javítanom magam, mert csináljuk, mert most már Franciska is énekel a zenekarban. És az Anima szintén egy ilyen nyitott történet, amiben sokan csatlakozhatnak, vannak benne irodalmi hatások, vannak benne különböző zenei, társadalomfilozófiai hatások, tehát hogyha belegondolok, akkor nem is egy zenekar, hanem inkább egy ilyen gondolkodói műhely. Priger Zsolt egyik legnagyobb erőssége a művészi bátorság. Zenekara mellett időről időre képes megújulni, feladva a megszokott sémákat. Akár egy DJ zenéjével atmoszférát teremt a versek köré, és ezzel a produkcióval fejezi ki tiszteletét a 20. század egyik legnagyobb magyar költője iránt. Én nagyon-nagyon régóta Pilinszky nagy rajongója vagyok. Amikor ebbe a suliba jártam már, akkor az voltam. De hát egy jó költői életmű az mindig ad újat. Tehát, hogy az nem egy ilyen monolit egység, ami egyszer megismerhető, aztán utána már nem adja meg magát, hanem mindig lehet benne találni olyan forgácsokat, vagy akár nagyobb szegmenseket, amik ráébresztenek önmagadra, mondanám ilyen nagy szavakkal, de hát ezért olvassunk meg, ezért szeretjük a verseket, mert önmagunkra reflektálunk. Ez az irodalmi est eltér a megszokottaktól. Mély mondani való, hit, vallás, spiritualizmus hatja át.
nagyszerű egyszerűség, és tényleg ez rá is jellemző. A spiritualitáshoz, az istenhithez való viszonya is nagyon különleges és egyedi. Ez nagyon érdekes számomra. A szerelmi költészete is nagyon izgalmas, bár itt ebben az előadásban ez nem annyira kapott hangsúlyt, de azért vannak a szerelmi költészetéből is versek itt-ott, amott. Mi is gyakorlatilag lényegében átszűrjük magunkon ezeket a verseket, mi is átéljük a mondani valóját, és szerintem ez a titka ezeknek, mert az irodalmi esteknek azért van egy ilyen hagyománya, vagy úgy sajnos sokszor vannak olyan irodalmi estek, amik nagyon az előadásról szólnak, egy kicsit olyan feleslegesen pátoszosak, és hát ugye a versek is gondolatokból állnak, és ezeknek a gondolatoknak az egyszerű átadását ezekkel a zenékkel, azt hiszem, hogy ez a lényeg ennek az előadásnak. A zenék is olyanok, hogy a gondolatot erősítik fel. A Kanizsaiban megtartott előadás nagy hatással volt a hallgatóságra. Az alkotópáros nem csak Pilinszky, hanem Kassák Lajos és Mészöly Miklós művészetét is hasonló módon interpretálja. A jövőben pedig a világirodalom nagy alkotóit veszi majd sorra. A Kámoni Arborétumban mutatta be Tóth Fedóra Éva ébredése című grafikáját. Az eddig textilművészként nemzetközi és hazai sikereket elért művésznő most a grafikai ábrázolásra tért át. A mű középpontjában a vallás és a nőiség áll. Tóth Fedórát eddig textilszobrászként ismerhette a művészetkedvelő közönség. 2016-ban Mága Zoltán szobrával elnyerte egy nemzetközi verseny első díját. A közelmúltban grafikával kezdett intenzívebben foglalkozni. Nemrég Éva ébredése című művével mutatkozott be a nagy közönségnek. Gyermekkoromban grafikával szerettem volna mindig foglalkozni, és most valahogyan visszajött a szívembe ez a vágy, hogy rajzolja grafittal. És ugye én keresztény identitású ember vagyok, és nagyon megkedveltem a témát, a Genesis témáját, tehát a Teremtés könyvével foglalkozom, és azt fogom grafikai módon ábrázolni. Tehát annak az elemeit. Az első jelenet viszont ez egy ilyen fantazmagória, az én kitalálmányom, az Éva ébredési jelenet, amit én találtam így ki, igazán a belső érzelmi világom szülte, teremtette meg. Korábbi alkotásait főként megrendelésre készítette, ám azokban nem tudott annyira kiteljesedni, mint ennél a munkánál. Ennek a személyes vonzata az igazából a női ébredésem és az identitásomra való találás. És ugye ez egy nőnél általában a szerelem által jön létre. A férfi és a női kapcsolat, és ezt valahogy olyan mélyen éltem meg, hogy beleépítettem a művészetembe. Szinte beleinvertáltam az érzelmeimet. És igazán ez az első olyan mű az életemben, amire ha ránézek, akkor egy olyan érzést élek át újra, amit addig még művészeti módon nem tudtam kinyilatkoztatni. A kiállítást Buda Botond ideggyógyász nyitotta meg, aki 10 éves kora óta ismeri Fedórát és nyomon követi munkásságát. Én nagyjából 3 gondolatköré csoportosítottam azt, ami erről eszembe jutott. Ugye az egyik talán majd az, hogy az emberi tudásnak mi a jelentősége, az a jó és a rossz tudás fájáról való évai étkezés, evés, az mibe sodort minket. A másik az a nőiség mi volt, tehát próbálom egy picit boncolgatni majd ezen keresztül, illetve hát a harmadik, az pedig világosan látszik itt Fedórának a teremtett világgal, a természettel, a bolygónkkal való élő kapcsolata. Ezért is volt szimbolikus a bemutató helye, a Kámoni Arborétum. Nagy örömünkre szolgál, hogy Fedóra kiállításának a Kámoni Arborétum adhatott otthont. A kiállítás a mai napon megnyílik, és egészen december közepéig látogatható, minden nap 9-től 16 óráig. Fedóra következő alkotása a Magányos Ádámot mutatja majd be. Tervei szerint ahhoz is, akár csak a most látható Éva ébredése grafikához saját szöveggel készül, ezzel a személyes interpretációval válik teljessé a mű. Második alkalommal tehettek belvárosi sétát a kirakat mögött rejlő kincsekre vadászva az érdeklődők. A Szavária Tendency Art Group szervezésében létrejött esemény amatőr és profi képzőművészek munkáit mutatta be a főtéren és környékén néhány kirakatban. Zongora.
Ismét kirakatba kerültek a szombathelyi képzőművészek. A performance jellegű megmozdulás a Kőszegi utca 9-ből indult tegnap délután 4-kor. A megnyitón részt vett Horváth Csoma alpolgármester, aki örömét fejezte ki, hogy a Savaria Tendency Art Group Egyesület összefogja a helyi képzőművészeket. 10 alkotó munkáit láthatja a közönség a kirakat kiállításon. Csierna Lubica, Szuzanna Sebelova szlovén művész munkáját interpretálta. Most kiállított mű az egy szitanyomatos grafika, egy nagyobb méretben. Főmotívuma a kéz, amely alkot, és tulajdonképpen ezáltal a kéz által a különböző tevékenységek, amelyeket lehet végezni, sőt még eszközöket is létrehozni. Ugyanúgy a másik művészre is el lehet mondani, hogy szintén szlovákiai, szintén a Képzőművészeti Egyetemen végzett Pozsonyban. Ő viszont szobrászművész, közszobrászati szakon végzett, most viszont jelenleg elsősorban fémekkel foglalkozik, tehát fém, bronz és kő ötvözetek kerülnek ki a kezemunkája alól. A kirakatokban nem csak képek, hanem absztrakt tárgyak is helyet kaptak. Nem volt a megmozdulásnak művészeti koncepciója. Az eseménynek a séta és az élmény volt a mozgatórugója, így mindenki szabadon alkothatott. Én egy plasztikával, egy kocka alakú plasztikával, ami egy szürreális világot ábrázol, egy diszkógömb hatását akartam elérni, csak mégis kocka alakú lett. Ferenc Eszter is visszatérő kiállítója a kirakat kiállításnak. Idén absztrakt festménnyel rukkolt elő, metamorfózis témakörben készítette képeit térsíkok torzításával, egymásra építésével, a formákkal játszva. Nem csak kiállítani szeret, a kezdeményezésnek is nagyon örül. Én ezt nagyon szeretem, nem, én azért szeretem, mert olyan tényleg kicsit úgy el vagyunk úgy szigetelődve szerintem ugye egymástól, főleg ez a karantén is annyira úgy, és nehezen is állnak vissza az emberek, tehát gyerekeimen is látom, felnőtteken is, hogy nehezen találjuk újra a kapcsolatot. A művészek meg amúgy is egy kicsit úgy néha, hogy el vannak a saját világokban, és szerintem ez olyan jó, hogy ide eljövünk, tök különbözőek vannak köztünk amatőrök, vannak profik is, és akkor így egy picit tudunk beszélgetni, körbe tudunk menni. A nyereményjáték idén sem maradt el, de ezúttal november 14-éig tart. Így, aki a megnyitó rendezvényen nem tudott részt venni, nem maradt le a kiállított tárgyakról és képekről, és a nyereményről se. Ugyanúgy, mint az első kirakat kiállításunkhoz készítettünk egy nyereményjátékhoz kapcsolódó kitölthető dokumentumot, amin be vannak jelölve a kirakatok helyei, ahol megtalálhatók az alkotások, és az alkotások alkotóit kell megjegyezni ezen a dokumentumon, és az a dokumentum megtalálható itt a kiinduló ponton, a Kőszegi utca 9 szám alatt. Az Egyesület következő eseménye a Vándorló ékszerek címet viseli, és hamarosan látható lesz a főtéren. Favágók, hócsúnyácska, bugyikék és a Csodadoktori színre került a hétvégén Lukácsházán a 4. térségi színjátszó találkozón. A településen régi hagyománya van a színjátszásnak, ezért indították útjára a megye társulatainak bemutatkozását. A komédiázás a közösségépítést is szolgálja. Vígan él a favágók, a szólaligó, fűrészelni, jaj de jó, aligó. Szívem dobban tavaszban, hol van már a hó? Most búsulni nem való, alig-alig-ó. Már megint dolgozni kér. 5 éve kezdődött Lukácsházán a térségi színjátszó fesztivál története. Tavaly a járványhelyzet miatt nem tartották meg a rendezvényt, és idén a meghívott 7 társulat közül is csak 4 érkezett. A Művelődési Ház színház terme így is megtelt jókedvel. A Velemi Kék Holló színtársulat a favágók történetét vitte színre, amely a főnöki okoskodást figurázta ki. A fogadtatás az szokásosan jó volt, mivel hogy egy vígjáték. Már 5 évvel ezelőtt, amikor kezdtük a színjátszást, ez volt a bemutatkozó. Itt még nem játszottuk, úgyhogy itt is bemutattuk ezt a favágók jelenet, amit Bagi Aranka írt, és adott nekünk engedélyt rá, hogy játsszuk, úgyhogy azóta élünk is ezzel a lehetőséggel. Mert az első díj, ez a csodakerőcs volt. Ettől leszek szép, mint a nyíló rózsa, de most még ronda vagy, mint a nyíló WC-ajtó. Legrondabb kereke világon, gratulálok! Nem kell, hogy drapulálj, nem kell az elismerésed. Idáig is eleget tűrtem, hogy te ilyen szép vagy.
A kőszegszerdahelyi kaméleonok egyre több településen lépnek fel, a térségi fesztiválra ők is vígjátékkal érkeztek. Hócsúnyácskát és a hét törpincét. Úgyhogy kőszegszerdahelyre jöttünk a kaméleon színjátszókör, egy jó kis csapat. A büki sok színpad társulat is szeret komédiázni, amit a közönség is jó néven vesz. Vezetőjük szerint most egy kevéssé ismert darabot kerestek. Móricz Zsigmond Kvit című egyfelvonásosa Bugyikék falusi konyhájában játszódik. Mi elég komédiások vagyunk, tehát maga az alapszituáció az nem volt új. Az volt új, hogy ugye az előadás rendezésére Hánagy Katalint kértük fel. Ami ugye úgy jött, hogy mi már dolgoztunk együtt vele, tehát két éve voltunk itt a János a Vitézzel, az egy teljesen másfél előadás volt, azt is Kati néni rendezte. Engem egy percet sem várakoztassuk. Mondja meg Ciprián mesternek, hogy az én ügyem nagyon sürgős. Hát nem értem. Máma, aki ide jött, senki nem ér rá. Mindenkinek sürgős dolga van. Komolyan. Magát kivéve. Hát már rég bejelenthetett volna. A házigazdák a Csoda doktor történetét adták elő nagy sikerrel. Ki merem jelenteni, hogy a Ciprián mestere közönséges szélhámos. Gondolatosság. Egy hitvány nőbolondító, aki végigsartod egy csomó hiszékeny ember. A komédiában a falu polgármestere fellépőként is szerepet vállalt. Virág János a színjátszás közösségépítő szerepét felismerve indította útjára a fesztivált. Nem verseny, ez inkább egy bemutatkozási lehetőség. Én azt gondoltam, hogy én, aki mindig térségben gondolkozok, akkor ebben is gondolkozunk térségben, tehát térségi színjátszókat hívjunk meg, és azt tudni kell, hogy hál' Istennek itt ebbe a Vasmegyének ebbe a szegletébe, ugye most szám szerint 7 olyan színjátszó csoport van, aki aktívan működik valamilyen formában, és azt gondoltam, hogy kell egy olyan lehetőség, hogy megmutatkozzunk a máshol is, a közönségnek, meg hát a zsűrinek természetesen, mert hát a legfontosabb az, hogy miért dolgozunk, miért tesszük a dolgunkat, azért alól szeretnénk véleményt is, hogy jó irányba halad az a konkrét darab, vagy nem jó irányba halad. A társulatok fejlődését évről évre szakértő zsűri segíti a véleményével. A színjátszás közösségépítő, közösségben, közösségért és közösségnek. Ezt mondom annak ellen és azzal együtt, hogy divattá vált ez a közösség szó. De hogy a mai napon is láthattuk, mind a négy csoportnál, ez valóban kifejezésre jutatta azt, hogy itt közösségek születtek. És hát buzítottunk mindenkit, hogy ezt a közösségépítést folytatni is kell. A térségi színjátszó fesztivál közös vacsorával zárult. A közösségépítő esemény a Vasmegyei Önkormányzat Kőszeghegyaljai Identitás Megyei Kohézió elnevezésű pályázati támogatásával valósult meg. Önök a Műhely című kulturális magazin műsorunkat látták. Köszönjük, hogy minket választottak, tartsanak velünk jövő héten is. Viszontlátásra!